Let me do this again. Live, Hal. sorry. Jó estét, szorító, nagy szeretettel üdvözlünk mindenkit, ez a szorító podcast live 164 adása, én bár félök, és ezúttal sem vagyok egyedül, mert velünk van a doktor és... Sziasztok, köszöntök mindenkit, nagyon örülök annak, hogy itt lehetek ma este a Vadonatúj stúdióban, hiszen ha emlékeztek rá, tavasszal voltak már próbálkozások arra, hogy ilyen formában csináljunk adást, de azok, akik a Discordon követték a történetemet, sajnos tudhatják, hogy május közepén volt egy csúnya pszichotikus epizódom, amiután haza kellett mennem Pécsre, hogy terápiánessek át. Most viszont ott tartunk, hogy éppen próbálkozom és kísérletezem a Budapestre való visszatéréssel. Itt vagyok péntek reggel óta. Egész jól alakultak a dolgok, és így tudunk egy rendes, jelenléti, íves podcastet tartani nektek így vasárnap este. És rossz ablakot nyitottam meg. Elég. És azt írtam egyébként a Discordra, hogy ez egy 7 órás live lesz, amit mindenki úgy értelmezett, hogy 7 óra hosszat fog tartani. Magyarul itt leszünk uh, cirka éjjel kettőig. Az rekord lenne? Hát 5 óra 1 perc a rekord de ennek délután utána néztem. Habár történt olyan, hogy 8 órát tépingeltünk egy nap alatt, csak azt külön ja. epizódokban kaptátok meg. Ez 3 4 volt. Két rendes, meg két extra. Nem, három rendes három, és egy, egy extra. Mind? Már nem emlékszem. Ez konkrétan 2018. március 15-én történt. Miért csináltunk ilyeneket? Nem akarom tudni, miért csináltunk ilyeneket. <síns> e mert mert szállottak vagyunk és a wrestling szerencsére ragaszkodik hozzá, hogy megszállottak is legyünk, hiszen egy rendkívül érdekes héten vagyunk túl, úgyhogy röviden fussunk is végig azon, hogy mi minden lesz a mai adás témája. Így van, fogunk beszélni egy kicsit a Real Life Heatről, Punk és Hangman között, ami ugye az adásnak a címadása lesz, ugye a backstage beszélgetések, emellé volt ugye a szintén kiváló és szintén agyfakasztó Punk Uh, Moxley promó, és emellé a Punk Moxley meccs jövő héten a Dynamite-on. Uh, egy kicsit ugye gyakorlatilag visszamászott az ablakon az NXT, úgy ahogy eddig nem gondoltuk volna, hogy vissza fog mászni, mert ugye megszüntetik az NXT UK-t, és létrejön az NXT europe -t. Te meg beszorod, a szárazott a sarokba! Ha nem tudsz fönnben maradni. Uh, és ugye volt egy megdanunk is a kanadaiaknál, ahol bizonyos birkozók nem léphettek be. Bizony problémák akadtak a határon. Igen. Bár valójában meg se próbáltak belépni. Igen. Mert többeszük volt. Mert a kanadai kell nem kukoricázunk. Ismersz kanadai határőrt? Nem. De a Mountit ismerem. Meg <laughs> a Gunt is, ugye, a kapus, a Rettentő rossz gimikek a sárga VVF-ből. Aki nem tudná. Gonosz hoki Hát tényleg bőséggel van miről beszélni, és meglehetősen imádom azt, hogy tavaly ősszel szenteltünk egy komplet adást Triple H hatalomvesztésének, és annak, hogy az NXT modell és az NXT globális expanziója hogyan bukott meg teljesen. Ez volt ugye a Sig Transit Gloria NXT című műsor, amit szintén együtt csináltunk a régi stúdióban, és hát azt az adást így gyakorlatilag kirobhatjuk a kukába, de nagyon sok mindent kidobhatunk a kukában, amit az elmúlt két évben csináltunk. Köszi Vince, hogy nem bírtad a nadrágodban tartani a farkadat, ugye? És most emiatt megint minden borul, de egyébként tényleg köszi Vince, hogy nem bírtad a nadrágodban tartani a farkadat, mert így van remény. Rettentően jó volt, srácok, az, hogy először ki kellett dobnunk azt, amit mondtunk nektek az első, a podcast első három évében, ugye valószínű Utólással izé, utódlással valószínű mindennel, meg hogy hívják, ugye mi lesz a jövője a biznisznek. És akkor jött ugye az, hogy ugye Vince elégedetlen a zenek és minden, és akkor Hunter szépen megy a háttérbe, és akkor egy évig beszéltünk nektek arról, majd másfél évig, hogy izé milyen szépen jönnek a változások, és akkor ugye most meg ugye megint beszélünk arról, hogy Hát, hiszem, srácok, az. tényleg, akkor kezdjük talán a biznisz hírekkel az Igen. adás, mert az így a legrövidebb téma, de nem kevésbé érdekes. Ugye a legutolsó adásban futólag már említettük azt, hogy megjelent több NXT UK birkózó, főleg a main event kategóriából, a heti NXT 2.0 adásem. és hogy az augusztusi brit tapingek pedig elmaradtak, ami nagy nyugtalanságot vont maga után a brand jövőjét illetően. Erre aztán Shawn Michaels, aki időközben alelnök lett a WWE-nél. Izlegessük ezt egy kicsit, hogy a talent, talent development és kreatív alelnöke, aki, amikor meghallott ezt a címet, valószínűleg a feleségéhez fordult, és megkérdezte, egy: Rebeka, hogy a faszba kerültem én ide? Vagy ez mi a fasz jelent, ugye? Rebecca, kaptam egy névjegykártyát, egy új bizniszkártyát, az van ráírva, hogy Vice President. Most akkor ez mi? Megválasztottak -e engem is? Ah, öh, Istenem, nagyon jó. É, és hát, mint kiderült, nem voltak alaptalanok ezek az aggodalmak, ugyanis az NXT UK-t beszántják és bevetik sóval gyakorlatilag a most zajló UK tournament után, aminek az eredményét elspoilereztük az NXT-ben, mivel hogy ugye Tyler Bate lett az új bajnok Dragonovnak a zöbb feladása után, és ezt követően több mint egy tucat birkózót el is bocsájtottak az NXT UK-ből, köztük olyan neveket, mint a Mustache Mountain másik felét, Trent seven -t. Meg Mastiffot, meg még soha. Meg, meg Dave Mastiffot az ismerőseink közül, ja. így van. És ezzel párhuzamosan bejelentették, hogy 2023 folyamán viszont indul az NXT Europe, vagyis az eddig brit központú kezdeményezés átvedlik egy pár európai kezdeményezésre, kezdeményezésbe, amiről mintha már beszéltünk volna pár évvel ezelőtt, mielőtt nem. még borult volna minden. Megfogalmazunk úgy, hogy azért a Brexit után egy fokkal könnyebb, ha mondjuk az öreg kontinensen csinálják a dolgokat, nem pedig ugye a brit, egyéb dolgokkal együtt ugye szenvedni mindenféle. Hát az uniós munkavállalási szempontokat figyelembe mm, véve valószínűleg igen. igen. És hogy állítólag ugye a németek felé tendál ugye továbbra is a WWE-nek a tekintete, ugye még az a VXV-vel való közös együttműködésre, ami ugye a VXV akadémiánál ennek a valószínűleg ilyen szép bekebelezés lesz, hogy így... <coughs> ugye? Egyébként vannak arra vonatkozó pletykák, hogy némelyik elbocsájtás nem végleges, és jövőre vissza lesznek hozva a birkózók közül többen is, amikor beindul az NXT Europe, csak hát ugye az még alsó hangon is fél év, vagy még több, ki tudja, hogy 2023-on belül mikor indul el ez a projekt, ja. és hogyha addig nem terveznek az NXT UK-vel, akkor teljesen fölösleges egy komplet rostert fizetni. Ja. Tehát annak biznisz semmi értelme nincsen és az látható, hogy aki tényleg top név volt, ilyen például ugye Tyler Bate, ilyen a Gallusnak a triója, vagy Blair Devonport, aki ugye nem más, mint B. Be, Be, a Prince Lee, tehát a felesége, ők átlettek zsupolva az nxt -be. Lesz egyébként egy Words Collide adás, amit egészen véletlenül az All Out napjára szerveztek. Hoppá! ugye? Mi vagyunk Na, vagyunk komajos. Hoppá! Ugye miért rakjuk szeptember 4-ére azt az adást? Nem is tudom. Úgyhogy e, még ilyen kis biznisz praktikák is e, vannak a képben, és azok a plegykák járják, hogy gyakorlatilag az NXT 2.0 is a végúráit járja, mert hogy amikor megtörténik a Clash of the Castle után a draft, akkor több jelenlegi NXT szuperztár is föl lesz hívva a főroszterre, a maradék vegyülni fog az NXT UK-nek a top részlegével. A harmadik fejt meg kirúgjuk. Ö, és visszahozunk állítólag több Black and Gold NXT is birkózót, hogy meglegyen a létszám, és így gyakorlatilag össze fog állni Triple H alatt az NXT 3.0. Ez <tosz> olyan, mint egy rossz Ez egyetemi projekt. Ezért projekt 1.0, projekt 2.0, projekt 3.0, projekt végleges, 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 projekt végleges, a faszom ki van már, nyomtatandó. Most felszoroltál egy komplet mappát lényegében, Egy egy egyetemista számítógép. Így van, így van. A szakdolgozatot, szakdolgozat, az ez így néz ki, igen. Ha pont ezt akartam mondani. Hát, srácok, annyi bizonyos, bár még ugye sok részletet nem közöltek ezzel kapcsolatban, hogy ez alaposan fel fogja forgatni az európai birkónak a térképét. Mert a WWE megint kikukázza a brit bizniszt a izébe, de azt már a britek megszokták, hogy nekik két évtizedenként van egy ilyen hullám, vagy meg amikor éppen megdőlik a biznisz, vagy éppen fölélet. Szóval azon már megselepődnek, és valószínűleg igen, az európai indít szépen fogjuk, és akkor így szépen lefejezzük fejtől fölfelé. Én egyébként nagyon kíváncsi vagyok rá, ugye jövő szombaton lesz a HCV utolsó emberi gálája a madárfészekben. Jegyek még kaphatóak, szóval gyertek, én is ott leszek nézőként. Szóval nagyon kíváncsi vagyok rá, hogy azok a HCV birkózók, akik mondjuk így rendszeresen járnak Európába, ne Isten éppen a végszvéhez is, ők hogyan látják ezt a dolgot. Úgyhogy igazából az egyik oka, amiért kifejezetten várom a jövő szombatot, az az, hogy mondjuk beszélgessek ikarussal vagy pár másik emberrel, aki ezt rendszeresen csinálja, hogy ők piccolnak ezekhez a fejleményekhez, mert hát tényleg egy nagyon-nagyon-nagyon vicces szituáció volt, mert gyakorlatilag tényleg a Stick Transit Gloria itt kukázunk, és visszamegyünk a Vokare Adregnum című adásunkhoz. Mindig ezekkel a latin nyelvű adásokkal van a baj. Valamiért mindig, igen. Ikarusz tudod, mit fog mondani? apám, hogy bassza meg, hogy ez nem tudott három éve korábban jönni. Vagy valami hasonlót, ugye? Nem, nem, tényleg őszintén kíváncsi vagyok a véleményükre, és a hcv más prominens alakjainak a véleményére is, úgyhogy ez, ez biztos, mit hogy, is, hogy ez, ez, ez biztos, hogy téma lesz az öltözőben jövő szombaton, de majd, ha megtudok olyan kulisszatitkot, amit el is szabad mondani, akkor majd itt a podcastben hozom az infókat. Mivel jövő nem vagy HCV-tag, hát ezért mindent el lehet mondani. Jó, azért begyárbecsület is van a világon. Na, mindegy. Ez van, srácok. Szóval az nxt is dolgok, azok mennek a hukába, és így... Én egyébként azt gondolom, hogy megérett az idő egy ilyen európai terjeszkedésre a WB szempontjából. Hát gyakorlatilag ugye, mert a Covid már kész volt a terv is rá, meg minden, szóval annyira nem meglepő, hogy meglépik, csak az, hogy a fiókból ez ilyen hirtelen előkerült, az egy kicsit meglepő, igen. Főleg, hogy ugye minden trend éppen a globalizáció ellen megy, szóval érdekes időzítés, de hát nem. Hát úgy tűnik, hogy akkor Hunter komolyan gondolja hmm. azt az ötletét, hogy mégiscsak szeretne globális szinten performance centereket építeni, ja. és uh, talentet képezni. Na, megyünk a kínaiakhoz is. Hát India egyébként szerintem reális lehetőség, főleg, hogy az elmúlt időszakban arról is voltak plegykák, hogy jövőre a WB akar egy másik nagy nemzetközi stadionsót is tartani, és két ország merült fel erre, az egyik Ausztrália, ahol ugye már voltak egy gyönyörű yeah. house pár évvel ezelőtt, és a másik pedig India, ahol ugye rengetegen nézik a WWE-t, mint ahogy azt egyébként bármelyik WWE videó alatt YouTube kommentekből lehet látni, mert az indiai markok borzasztóak. I don't like Roman Reigns anymore. He's a bad guy now. <laughs> az indiai markok Uh, big dick move. Na mindegy, srácok, szóval ez van az nxt uh, és ugye a háza házatáján továbbra is ugye alakulnak az érdekesnél érdekesebb dolgok, ugye mert volt egy SmackDown-unk uh, pénteken, méghozzá Kanadában, ahol most voltunk a Covid-éra óta először. Bizony három év után először mentünk Kanadába, és a WWE egyébként ezzel nincs egyedül, hiszen két hónapon belül az All Elite is debütál majd, szintén Torontóban, ahol egyébként a Raw lesz majd. Igen. Uh, most Montrealban volt. voltunk a legendás Bell Centerben, ahol 1997-ben sor került a Montreal Screwjobra, ugye, Vince McMahon és Bret Hart között. És nem lett megemlítve az adáson? A Screwjob, ami lettentően meglepő. És nem is játszottuk újra, ami még meglepő. Igen. Vince nincs itt, és egyből megoldódik minden problémánk. Kezdjük azt hinni, hogy tényleg ez a helyzet. Ja. Egy Vince nélkül megoldódnak a problémák, de való igaz. Tehát egy ismét kifejezetten jó szmegnanadást kaptunk, amit elvitt a hátán az is, hogy a közönség végig forró maradt. Azért a kanadaiak szeretik a birkót, időnként furák tudnak lenni. Bizarro Land. Bizarro ahogy Jerry Lawler nevezte őket mindig de ez még az adás gyengébb részeit is kifejezetten jól elvitte a hátán. Igazából mondhatjuk azt, hogy a SmackDown házotáján most minden működik. Kivéve Ronda Rouse-t. Kivéve szerencsétlen Ronda akit letartóztattak az adás elején. Magyarul a Debbie Debbie Skoriás másodjára tartóztatták le a adásban. Szóval de, de aztán felhívták rá a figyelmet, hogy Pierce nem tett feljelentést, és elengedték. Tehát a három csapásnak a szabálya itt nem érvényes. Fuck <laughs> me. Ronda nagyon gáz. Brettentően gáz volt az a promó. Bár a kanadaiak rettentően szerették Rondát, szóval ez indokolatlan. Borzasztó volt. Ennél már csak borzasztóbb, de az más kérdés. De ez nem karadai sajátosság amúgy de. Ronda esetében, ezt az utóbbi hetekben felfedeztem, hogy a közönség újra eldöntötte, hogy ők már pedig szeretik Ronda. Igen. Ami nem tudom honnan jön, nem tudom, hogy mi váltotta ki. Meg miért. Meg hogy, meg hogy, hogyan, mert egyébként teljesen apatikusan reagáltak rá a második visszatérésének az első fél évében, de most megint ott tartunk, hogy jönnek a ronda csentek ezerre. Rájöttek, hogy nem akarják sárlótot látni, és akkor megpróbálnak mindent, ami mindent. Sárlott. Egyébként ő is lassan jönni fog ja. vissza, szerintem. Írőszerű. Hát, meg hogy most azért berakták Austinhoz, valószínű, hogy ezt nem védlő hogy most arra időzítették. Szóval az <laughs> eléggé sok mindent előrevetít, fogalmazzunk úgy. Igen, a jó Charlotte, aki hát Austinnak is elmesélte, hogy bekivel a barátságuknak a kompetitív szellem véget, legalábbis, ahogy ő látja. Magyarul az, hogy nem bírtad elviselni, hogy Becky jó mint te ő ezt úgy fogalmazta meg, hogy mindenketten a legjobbak akartunk lenni, és egy idő után ez nem fért meg egymás mellett. Ja. Nem sikerült egyébként megnéznem még a Sárlottos podcast podcastet, pedig ez volt a hétvégére az egyik terv, hogyha itt leszek már úgyis Budapesten, és el kell foglalnom magamat akkor, amikor éppen nem a barátaimmal vagyok, hogy bepótolom az Austin-nak a Broken School sessionjeit. Én megpróbáltam rá részt, hogy mennyit nem néztem meg, és annak kikapcsoltam a network nálam az volt a helyzet, hogy itt igazából egy tök jó net van Budapesten a lakásomban, és mindent el is víz -e a bűnócska laptopon, de a WWE Network nem működik. Ez a csúsz termék az, ami valamiért nem működik. Hogy csak -e üd meg? Hát Na no. mindegy. Nem sikerült. Úgyhogy helyette néztem Union Berlin RB Leipzig meccset. Miért nézel ilyeneket? Miért teszel ilyeneket? Mert kellett valami átérzaj a lakásba. Jó. Azért. You know, it's all about the boom. Jó, folytassuk akkor a SmackDown-t. Volt egy női tag team mérkőzés. Nem volt szar. Folytatódott a tournament. Tényleg kicsit sloppy volt egyenként, de nem volt szar. Ugye a Toxic Attraction birkózott végül az nxt sek közül, és nem Nikita Lyons meg Zoe Stark. Ennek hivatalosan sérülés volt az oka. Állítólag Zoe Stark agyreszkódást szenvedett a Mandy Rose elleni címmérkőzésén az NXT-ben. Amint kiderült, Ám, mint kiderült, ez nem minden, ugyanis Nikita Lyons meg azért nem utazhatott be Karadában, mert nincs beoltva a Covid ellen. Úgyhogy őt is feltartóztatták volna a határőrök. A határgond is lehetett volna az a, a Ma Mounti ott állt a határon, az meg, hogy izé. Mi nem szeretjük a fajtátokat Még. erre felé. Mennyi vissza. Meg az úszókat, se. az úszókat De az sem. Is, az egy másik. That's tüket. racist. <laughs> De a másik számú, ez beengedti. De őszintén szóval egyébként, srácok, még jól is jött ki ez az egész történet szerintem, mert e, ugye Natalia kanadai révén óriási ja. poppokat kapott, és a Toxic Attraction meg egy hílt csapat. Tehát reakciókban ez a meccs így jobban jött ki, mint hogyha az Alexi is fészáttyál birkóztak volna netkiék. Ja, valószínűleg igen, fogalmazzunk úgy. De hát majd de azért meglepő, hogy azért akkor ilyen szépen átírtuk az egész búkot, hogy gyakorlatilag a toxikák Attraction tovább is ment. Nagyon szexistának fogsz tartani, hogyha kijelentem, hogy Netti mellei most már korák, hogy át akarják a oldat. A görög hasonlat jobban izéltem volna, de ja. És a nővéreinek szintén. Szóval, ha megnézed a nővéreinek az Instagramját, az nem áll más, az őét, meg a nővéreét is, az nem áll másból, mint négy mellből. Nem tudtuk, hogy milyen jó dolgunk volt, amikor még csak a macskáját posztoltam mindenhova. Igen. De two hát most, pose. Ugye túpóznak, most már saját Instagramja van, szóval ezért ugye máshova kell posztolni. Akár a hétvégén megéltem azt egy turkálóban, hogy egy nő azért nem vett meg egy pólót, mert túl nagynak tűnt benne a melle. That's some weird shit. <laughs> csak így gondoltam mindokolatlan közbevetésként megjegyzem, hogy that's a thing. Ilyen létezik. Van, well, nekem is volt tapasztalatom olyan hölgyel, aki úgy érezte, hogy a melle, igen, szóval ez nem, nem egyetlen. Jó, szóval egy kicsit sloppy, de vállalható tag team match volt, arra a Toxic Attraction ment egyébként tovább, Mendit nem hozták velük az NXT-ből, de Gigi Dolin és a másiknak sosem tudom megijeszni, JC Jane, azt hiszem. Nem tudom, de az egyik az a büdzsett, izé. Jó, narancsárga haja van, yeah. de nagyobb a segge, mint Bekinek. Ez is szexista volt, bocsánat, üssél meg. Uh... Vinny. Vinny. <laughs> Szóval ők mentek tovább, és Rakellel meg Aliával fognak birkózni az erődöntőben a jövő héten. és utána, ami viszont eztán következett, az az adás egyik fénypontja volt, mert Roman Reigns és Sami Zayn beszélgettek a backstage-ben. Ja, yeah, továbbra is tudjuk, hogy kurvasokat beszél a való életbe is, már szóval retentően... <laughs> rettentően valóságű volt a szegmens, abban, hogy Sami az egészet. Ah, és uh de kiváló volt, mert ugye megcsinálták a csavart, amire senki nem számított, mert ugye a szem végigpofázza az egészet, hogy meg kell regulázni az úszókat, meg izé, meg be kell venni engem a bloodline-ba, meg én majd képviselom a bloodline rendesen, és akkor és egy behozom majd az interkontinentális bajnoki címet a bloodline-ba, és akkor Roman így, de mi? Pont erre gondoltam én is! What the fuck? What the fuck? Egészen kiváló volt a kémia egyébként Román és Szemi között ebben a szegmensben, aztán az úszók telefonáltak, hogy gondjaik vannak Mondok a határon. A határon. <laughs> Ugye, vink, vink. Ugye, kacsintás, az úszók nem mehetnek be Kanadába, mert annyi ittas vezetésük volt, hogy nem engedik be őket. Ja. Főleg Fert Jiminek, De Jaynek is van. De szóval... is van egy, azt hiszem. Csak Jimmynek meg három vagy négy. Igen, szóval ott vannak. Beleírta szóval azt is, amikor levette a pólóját, és megindult a rendőrnek, hogy amikor nem is ő vezetett, hanem az asszony. No, no, mi? Igen. Aki nem volt részek, csak fordítva <laughs> mentek be egy egyirányú utcába. Igen. Hát, na. Mert valószínűleg úszó navigált a GPS-tel részegen. Igen, ez valószínűleg így nézett ki. Sanszos. Egyébként, igen. Na mindegy, szóval az úszók nem mehettek be, ezért ugye Román nagyban örül, mert ugye jól néznek ki az Intercontentes bajnoki cím itt a többi között. És így gyakorlatilag ugye elő is készítettük a a Fatal 5V volt? É, igen. A Fatal 5V meccset ugye a interkontinentális bajnoki cím első számú kívó jogáért, ami megint meglepetés, hogy Hunter elővette a number one contendership meccseket. Konkrétan meccset kell nyerni azért, hogy bajnok jövet kap, és továbbra sem a bajnokot kell pinnelni érte. Ami az egyik legrosszabb sablon volt a bizniszben, hogyha igen. megvered a bajnokot azért, hogy jövő meccset kapj. Hánter úgy látszik, hogy ez teljesen normálisan intézi. Ugye öten voltak benne a meccsben, Chemosz, Rikosé, Moz, Baron Corbin, és az ötödik résztvevő pedig Jetököm volt. Most nem. Már Mondtad. Nem Igen. Kivolt az ötödik. Írjátok már Jó volt a az ötödik. <laughs> nem tudom. Aj. Az én nagyon nem működik, szóval na. Jó. Az más kérdés. Szemi. Szemi! Basszus! <laughs> Szemit felejtette el, aki élete popját kapta Montreálban. A kedvencem az volt, amikor elkezdett a közönség ollézni. Erre Korbin kibaszta a ringből, és Michael Cole megszólalt, hogy Szemi ebben a pillanatban úgy nézett ki, mint El Generico. Bassz meg, Cole. De Cole azt is közölte a mérkőzés folyamán, amikor a Montreáliak ünnepelték Szemit, hogy a jelek szerint ezek a Montreáliak szeretik a csúszómászó seggyalókat, mint Szemi Áh, ah, ez itt miért, miért, miért lepődünk meg azon, hogy Cole eh, teljesen szabadszájúan és eh, szájkosán nélkül kommentál, úgyhogy nem hallja Vince, Vince hangját a fülében. De csönd van, végre csönd! Uh, egyébként, ami ezt illeti, kifejezetten örültem neki, hogy a WWE úgy tűnik abban is gondolkodást váltott, hogy hogyan kezeljük a hometown birkózókat, mert ugye a, a hazai pályán birkózó embereknél ott nagyon sokáig az volt az állandó sablon, hogy a fészeket megalázzák a hazai közönségük előtt, a hílek pedig megpróbálnak kurvára öltetettben yeah. valamiféle hitet kicsikarni a hazai közönségéből, mint például amikor Mize elmondja Clevelandben, hogy ez a város egy szar, és ezért elmentem Hollywoodba. Ja. Yeah. <laughs> Pontosan így történt. E, és ezt például az All Elite Wrestling szerintem sokkal jobban csinálta a fennállásának Igen. az elmúlt három évében, hogy igenis, hogy, ahogy Román szokta mondani, acknowledge me, hogy me. ők is elismerték azt, hogyha valaki hazai pályán volt, és emiatt beállt magi a közönség, még akkor is, hogyha meg a Mega Heal MJF-ről volt szó. Ja. És a WWE részéről nagyon örvendetesnek látom azt, hogy Hunter alatt úgy tűnik, hogy ebben is gondolkodást váltanak, legalábbis az alapján, ahogy szemét kezelték Montrában, mert ugye nem nyerte meg a mérkőzést, de abszolút elismerték azt, hogy igen, ő itthon van, és ő a, szema, a szentimentális favorit. Ja. Mondjuk avagy kivették a meccsből egy pár percre, ugye, amíg az, az... de azért na. Igen, és nagyon próbált visszajönni. Ja. De aztán volt egy nagy comeback egyébként, és meg is nyerte volna a meccset, hogyha a Helluva Kikután után nincsen pintörés. De volt, mert más tervezett Triple H az angol piacra, méghozzá a Seamus Günther örökrangadót, ami kifejezetten jól néz ki. Hát gyerekek, ebben a Fail of Five Way meccsben is mindenki jól nézett ki alapvetően, mindenkinek meg voltak Ugyan, a Ugye, pillanatai. nem skriptelve birkózunk mindenkinek megvoltak a pillanatai, úgyhogy senki nem jött ki belőle gyengén, és Seamus nyert, amit ugye már rebesgettek egy ideje, hogy ő fog Güntherrel, azaz Walterrel meccselni Cardiffban, és az egy óriási meccs lesz. Tehát konkrétan szarrá fogják verni egymást gyerekek. Már most látom, hogy Seamusnek a hullafehér melkasa, hogy fog kinézni Walter csopjai után. Ekkor a vörös nyom lesz így itt. De fordítva is, tehát ugye Seamus most is mennyit? 38 ütést adott igen. be a köteleknél különböző embereknek? Négy különböző Azt embernek? Úgyhogy szerintem erre is lehet számítani, és bár ez egy papíron hill kontra hill párosítás, itt nem kell félni a reakcióktól, mert a britek mind a kettőt imádni fogják. Hát, fő, ugye Seamus, aki hazai pályán léven, mit egy brit? Ír. Hát, jó, majdnem ugyanaz. Hát azért volt ott pár függetlenségi háború meg ilyenek. Ezt az ireknek nem mondanám, de a briteknek igen. Szóval ők azt mondják, hülyék, nem akarnak velünk lenni. hát. Nézzétek meg az észkei irekét. Ők önök akarnak lenni. hol is jártak? Nem. De az más kérdés. Nem jártak, meg kiléptünk az EU-ból. ők meg nem akartak. És azt most most visszamennének az irekhez. Igen. <coughs> <Yeah. tos> Ugye? De mindegy. Szóval a Günther Seamus, ami neked szeretni fogják, és ugye Günther már csak azért is, mert ő a nemzetközi karrierjét elsősorban a briteknél alapozta hát meg. Ennyi igen. Meg a németeknél, de az más kérdés, de a németekhez nem megyünk. Igen, de akkor a brit birkó azért nagyobb volt, mint igen. a német. Úgyhogy mm, biztos, hogy annak komoly, komoly visszangja lesz. Hát azért szépen kezd összeállni ez a kárd, így a Clash of szóval ugye kapunk egy kiváló main eventet, és román között, ami valószínűleg ütni fog. Elég erős lesz. Kapunk egy interkontinentális bajnoki címmeccset uh, Seamus és Walter között. Uh, fogni kapunk valami úszó mert ugye az oda, oda bemehetnek. <laughs> direkt utána néztem, hogy a britek beengedik-e az úszóékat az előtörténetükkel, de tavasszal ott voltak a brit house show szóval mehetnek. Uh, ugye kapunk, hát a csajoknál azért kicsit olyan me a dolog, ugye akár a mm, Ronda, Liv, Izé... A Ronda Reagan utca az meg, de szerintem a Sixman az jó lesz. A Six -Man az Tehát jó lesz, ott azért uh, mindenki tud birkózni, és szerintem az a Bianca, Lexa, Aska, kontra Bailey, uh, IO és Dakota az nagyon jól fog kinézni. És én személy szerint alig várom, hogy Bailey-t lássam. Birkózni. birkózni. Igen. Kíváncsian várom én is egy év után. Uh, meg ugye le valószínűleg lesz azért a mostanában kifejezetten kiváló mérkőzéseket birkózó lesznek is egy címmet sem valószínűleg. Hát, hogyha már elkezdtük a midcardöveket felemelni, akkor teljesen reálisnak látom ezt a lehetőséget, és ne feledkezzünk meg az egyik slágermérkőzésről, ami Seth Rollins kontra Riddle lesz. Bro. és ugye, ha jól emlékszem, pont a napokban mesélted nekem, hogy extra jegyeket szabadítottak fel a Clash of Így van, a WWE bejelentette hivatalosan, hogy átvariálják a setupot, és plusz pár száz vagy ezer környéki jegyet ugye felszabadítottak. Szóval sokan sokkal lesznek, Káti, van a stadionban. Az, az valószínűleg akkor meg fogja dönteni azt, amennyien a wrestlemania voltak, csak azt a WWE nem fogja hivatosan ismerni. <laughs> Igen. Nem biztos, hogy a legjobban néz neki. Igen. Hogyha a közölnék, hogy a briteknél többen voltak, mert akkor a hülye britek elkezdenek picsogni. Hogy Láthatja, hogy ezért kell kell idehozni a wrestlemania igen, és ahogy Patrik mondja, hogy lesz valószínűleg egy palor is. Igen, szóval valószínűleg az is. Igen, az a sztori is folytatódik, bár először ugye egy Priest lesz Torontóban, amiről ugye egy lenyilatkozta, hogy ők ezt így hetekkel korábban kitalálták Hunterrel, hogy visszatérnek ahhoz az időszakhoz, amikor majdnem egy hónapon keresztül hype egy meccset a róra. <laughs> de jó lesz! E és ez ugye meg fog történni most e hétfőn, és nagyon várom is. E Úgyhogy alakul ez a Clash of the Castle kárad, és ezen az McDonald's is hozzátettek pár dolgot. Alakul. Igen, talán az, egyik leg, az év egyik legerősebb kárgya lesz az egész WWE szempontjából. E, így van. Bármilyen e... a csaj divízió tényleg egy kicsit. De. Hát jó, ott, 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 most ugye nincsen Becky, nincsen Charlotte, nincsen Sasha, igen. majd Sashaik ugye megjönnek szépen a tornament végén, hogy <síthat> Az, az, az lesz, az is, az is gigapop lesz valószínűleg a briteknél. Teljesen, teljesen egyértelmű, hogyha ezt ott megcsinálják, mert egyébként simán lehet, hogy oda néz ki majd a tornamentnek a vége. Biztos, hogy a tornament vége. Mm. Ez nem ahol elég. Na, majd arról beszélünk, még bőven van időnk szerencsére az adásból, és igen, azt is, azt is fel kell majd hozni mindenképpen, de azért még beszélünk azt meg de a maradék eseményeiről. A vikingek temetést tartottak a New Day-nek. mi eszembe? mint amikor Roli barátunk elégette a hardcore övet. A... a tüzén! <laughs> a <Jénatüzén. gül> tüzén szeged mellett a pusztában. <laughs> igen, csak akkor kurva hideg volt. Ahogy ja, facske robiék azóta is paraszkodnak róla, hogy majd megfagytak fagytak bazd meg ott a tisza mellett. Uh, igen, volt egy kis beütése, és ugye bevették a szegmensbe Sarah logan aki ugye Eriknek a való életbeli felesége, és ők amúgy is nyomják ezt a viking témát, tehát ja. az esküvőjük viking témájú volt. Ja, igen. Pontosan, ugye ezt láttuk Instagramon elég erőteljesen. Stupid marks. Everywhere. Stupid fucking marks everywhere. Egyébként én nem bánom, hogy a vikingekkel próbálunk kezdeni valamit. Tehát legalább adásban vannak, tudom, hogy tudnak birkózni, és a tech divízióban mindenkire szükség van. Hát elég erőteljesen fogalmazzunk, ha ezt a tech divíziót újra kell építeni a nulláról. Szóval ott, ott vannak gondok. Elment a ne. Meg. Elment a net. Miért megy el az internet? Nem ment el, csak rettentően lassú. Na, 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 vissza erre a pozícióval, kedves internet? Amikor már teljesen külön interneten van, baszkia, izérol. Ha itt valami YouTube-ban van, ge, basszászok, teljesen külön interneten van. Mindentől. Megoldottabb, teljesen külön internet szálljon a géphez. Szóval Semmi más nincs ezen a hálózaton. Szóval valószínűleg megint a YouTube-ba Na, most helyre jött. Ja, igen, hiszen. igen bocsánatot kérünk a technikai hibáért. A nem. nem. nem nálunk van, hanem a YouTube-nál. YouTube-ja nem érkezik elég videó, de hogy nem érkezik. Azt meg. Go fuck yourself. Na, szóval a vikingek furák. <laughs> de újra kell építeni ezt a Tech Divíziót elég erőteljesen. Ö, igen, és attól tartok, hogy a hitróval ez nem fog menni. Hát nem, az a szegmens kurvagáz volt. Előbb bukolnám értelmesen Mansort, meg izét. Masszét. Valószínűleg az a, izé, a maximum mail modell, az megy a lefolyóba, sajnos. Szóval a hitró kijött és repelt három percig. Úgy de rosszul. És egyébként Top Dollár már közölte, hogy nem baj, hogy nincs itt szörv. Mi két évet csináltuk ezt Swerve nélkül. Swerve két héttel ezelőtt került be hozzánk, hogy felhívtak minket, és miután kirúgtak minket, mondtuk Swerve-nek, hogy jöjjön velünk, de Swerve azt mondta, hogy ő a saját dolgait akarja csinálni. Nem kell Swerve, mi vagyunk az og -k. Csak egyik se tud birkózni. Oh, és így már kezdem érteni, hogy top dollárnak miért van hitje. Ja, igen, <laughs> mert picsog, valószínűleg. Ez is egy visszatérő elem lesz az adás későbbi részében. <laughs> Igen. Igen. A YouTube drop miatt elvesztettünk 10 nézőt, 81-ről 71-re. Nem szed. Nem értem, hogy miért vagytok ennyire türelmetlenek. Tudjátok, hogy úgyis mindjárt visszajön. Ja, és neppen is sem tud, igen. <laughs> Én még az acclaimed is jobb, azt a másik oldalon. A szó, az is kurva cringe, de az legalább valamennyire vicces. Ez nem. A ez, is menni fog a Tech Team Divizió aljára, hogy szerintem egyébként előbb vagy Na mindegy. Hát eddig a Hunter által visszahozott emberek közül ők a leggázabbak magasan. Nagyon. Egyébként. Nagyon. Crossnak milyen kurva volt a promója? cross viszont ezekkel az árnyékokból előadott promókkal, igen. 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 Az Eklém zseniális szegment csinált Mr. S-szel. Scissor Daddy! Ah, Megint elment hey, a YouTube, turványad YouTube. Fuck you YouTube, YouTube, you, fuck you YouTube. Nem tudom csinálja ezt. Nem baj. So, egyébként cross tényleg jó. Megint lag igen látjuk 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 Lá -á 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 -á. Tök jó nem tudom, srácok, mit csinálni ezzel. Nem tudom, miért csinálja. Ötletem sincs. Tényleg nem. Ha ez megint geci YouTube. Jöhet orincs és csapatot alkot gulákkal. Miért akarunk gulákat összerakni? Orincs keszi divel? Egy kicsit nem értem. Most már jó vagyunk megint. Ez a pici lent, látod? Le, Az a pici próbálkozik, nem működik. Na, van még valami, azt megdanul, azon kívül rettentő gáz volt az a Liv Morgan meccs? Hát a Liv soci meccs az nem volt kifejezetten jó, de itt elmondhatjuk, hogy soci beszólt Livnek Twitteren, hogy ő ki Rubi Rajotot. Aztán er... hazament. Erre a rajongók elkezdték szidni socit, mire soci törölte magát Twitterről. De ezt nem kell megijedni, mert a Young Bucks ezt évente megcsinálja. Bitching and morning, and bitching and morning. Ugye? Ah, Csak picsog és nyafog, és picsog és nyafog, és picsog és nyafog. Állandóan birkózó. Így van. Nem tud mit kezdeni magával. És igen, még van valami, a azt amiről beszélünk el. Roman Reigns és Drew McIntyre face to face. Ja. az adás főszegmensében, hm. és mivel Roman nem biztos, hogy ott lesz a heti Smackdown tapingen, ahol két heti adást vesznek föl egyidejüleg, mivel, hogy ugye pénteken már mennek a britekhez a szombati ja. BBB előtt, ezért könnyen lehet, hogy Drew és Roman utolsó közös jelenete a PPV ről abból állt, hogy Drew standing tol van a bajnok román Roman fölött. Igen, és erre ugye azt szoktuk meg, hogy utána akkor az, az ember nem nyeri meg az öveket, aki ezt csinálja, de ugye most nem Vince bukol, szóval így. Most mindent egy sóval kell kezelni. Igen. igen. Nagy igen. rakás sóval. A big sóval. Hát It's ő egy elég nagy rakás, az egy elég big nagy rakás show egyébként, igen. Bár ha már nagy rakás, akkor erről ugye a kedvencem, amikor Jerry Lawler egy Raw kontra a SmackDown meccsen valamikor a 2000-es években közölte Ray Mysterio-ra, mm. vagy amikor Big Show kimegy a fürdőszobába, az nagyobb Jobba. Igen. 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 Ah. Akkor is szabott voltak, még ugye a jó kommentátorok, főleg, főleg King Papisszal. Papisz! Most sexiest thing ever. Amikor egy 60 éves ember azt üvölt az ilyen heti szinten a mikrofon, vagy cicik! Nem lesz broken dreams. De Drew minden héten, vagy Workally. minden nap twitteli ki a dalszöveget, bazd meg! Ja. Elrontottam a mikrofonomat. El. <laughs> Tényleg el. Nagyon, nagyon rossz. <laughs> Nagyon rossz helyen van ez a vezeték, nem tudok rendesen gesztikulálni miatt. Nem gesztikulálj. Nem muszáj gesztikulálni, ugye, ja. ahogy Dr. Hu 50. évfordulóban mondták. Nem tudsz úgy beszélni, hogy nem mozognak a kezéid. De, nem. <gül> <Ugye>. <gül> uh, szóval, Bromen. Bromen? A Roman annyira over volt a kanadaiaknál, <laughs> hogy ott én is elkezdtem olyan gondolkodni a Babyface törnön, mert Igen. ha holnap Babyface törnölne, és nem változtatta jelentősen a karakterén, mindenki elfogadná. Igen, yeah. amikor a, a Madison Square Garden-i mutatták, hogy ott over, akkor tudtam, hogy ugye, Ha a Gardenben over vagy, akkor mindenhol over vagy, szóval mindegy. Szóval Drut is szerették, yeah. de azért azok a romántsentek, amik jöttek... <laughs> Az egy kis, kis differencia van a kettő között, igen. Azért azok mi jelezték, hogy nem akarom Szalai Zoltánnak a kettfrézét lenyúlni ACV-ből, de ez egy másik szint, gyerekek! <laughs> ah, Level up! Baby, level up. Baby, level up. The crowd is went bananas. Bananas, bonkers. Bananas. bananas, bunkers. És rengeteg B is másik, másik szó. És rengeteg B is másik szó. Na, szóval itt az ideje, hogy átmenjünk a másik oldalra, átvezzünk egy kicsit ugye, a sötét oldalra, hogy egyes WWE tagokat emlékezzünk. és beszélgessünk arról, hogy hogy kezdtük ezt a Dynamite-ot. Sárcok, holnapokóta ez volt az első Dynamite, amit elejétől a végéig megnéztem ö, tegnap, és ennek jelentős részét az adás visszhangja okozta, yep. ami csütörtök után megjelent az internetem, és ö, hát ennek a központi figuráját úgy hívják, hogy C M Punk. Punk visszasettéért egy hete, és már beleszart a palacsintába teljesen, srácok ugye, mint kiderült, ugye Punk sútolt az adás rettentő elején, amikor Hangman-re promózott, mert arról senki nem tudott, Punkot leszámítva, hogy Punk hangman fog promózni. mert ugye közölte, hogy hát a visszavágó jogával még mindig élhetsz, bármikor szívesen állok elébe. Trip, trip, trip. És hát tudtam, hogy gyáva vagy. That's not cowboy shit, that's coward shit. Yeah. No, ez nem cowboy szar, ez gyáva szar. András, továbbra is nem volt work, mert gázul nézett ki tőle hangman. És úgy nem csinálsz valamit, hogy az egyik top babyface prospektet gázul néz ki. Konkrétan kurva szarul nézett Igen, ki ebben nagyon. a jelenetben hangman page. És e, tudjátok, kétféle ember van alapvetően a rajongók között meg a bizniszem belül is. A bizniszen belül is. Az egyik az, aki azt gondolja mindenről, hogy work, hogy everything is a work, ugye, mint a Körtengő félék, meg a nem tudom micsodák, akik a mai napig elézik, hogy Vince visszavonulása is csak work volt. Ja. És hogy pedig, mivel egy tőzsdéjegyzett cégről van szó, ezt a Tüzsde-felügyelet mellett nem lehet megcsinálni, azt, hogy valaki ja. lemond a vezérigazgatói posztról, és valójában a háttérből pok a vezérigazgató marad, mert ennek vannak bizonyos következményei. Igen, ezt a modern WWE-ben az nem lehet megcsinálni, úgyhogy tényleg ugye Vince, mint ugye egy publicly traded kampánynak a feje. Igen. De ennek ellenére a srácok között is megvan az a réteg, aki mindenről azt hiszi, hogy work, és ennek datára ugye őket a legkönnyebb vörkölni. Így van. Ahogy ugye Sean Michaels elmondta. És van egy olyan réteg is, aki pedig mindent valódinak hisz, ami történik. Én egy kicsit a kerítésen ülök a kettő között, tehát nem vagyok naív, de erről a Punk Hangman cuccról azt gondolom, hogy ez egy csút volt Punk részéről. Egyszerűen azért, mert lehet, hogy később vörköt csinálnak belőle, de. már ha hajlandóak biznisz csinálni egymás ellen ezek után, de ez a szegmens konkrétan Hengbenre nézve olyan szarú jött ki, hogy egészen biztosan sút volt punk részéről. Igen. És akkor mondjuk el, hogy honnan is származik ez az egész dolog kettőjük között. Ugye a Double or Nothing előtt ugye még Hangmannek volt egy promója, ugye punkra, amire punk nem válaszolhatott már ugye a Double or Nothing előtt, meg után sem, mert ugye utána már a leadós szegmens volt csak Tonyval, ugye, mert ugye az eltövet lábom le kellett adni az ovat, és valószínűleg Punk ezt Akarta visszaadni jó kis uh, komplexusról ego módjára. Ugye a Hengman többek között pánk fejéhez vágta azt, hogy uh, meg kell védenie tőle az AEW-t. Igen. Megint ne nem jó a netünk. Hová De nem már jó volt, most már nem jó. Ah, ezt is befejezzük előbb, mint a múltkor itt. Akkor erre vágok, főleg a 80 vannak. Mondanám, vannak, miért most baszakodsz, amikor ilyen kurva jó a téma, és ilyen kurva sokan vannak. Kurva YouTube, kurva YouTube. Már az én is baszakodott, hogy egyébként ugye, amikor már el akartuk indítani az adást. Diabetítés, van. Na, egy OBS újraindítás után azt hiszem megérkeztünk vissza az étterbe. legalábbis úgy tűnik. Na, szóval elbeszéltünk mindent pankról, amiről nem, amit nem hallottatok semmit. Szóval ugye, hogy a Double or volt ennek egy elő, Double or Nothing előtt volt egy előzménye ennek, utána ugye, amit Pang nem adhatott vissza, mert ugye már ugye a szegme, az öv leadó szegmens lett volna, amit ugye nem adott le végül, mert ugye Tony az egy interim bajnokot csinálnak inkább helyette, és ugye nem volt azért válasz a Valszeg csak utána lett ö, később most. Igen, ugye Hank, mert azt látta Punknek a fejéhez, hogy meg kell védeni tőle az AEW-t, mert ő egy ilyen interferiző arc, és elhozta Koltka Bánát. Ami Igen. ugye egy nagyon érzékeny témapunk számára, mivel ugye az ő barátságuk ugye az darabokra szakadt, és már amikor punk megérkezett az All elite akkor is egy fontos arkálatos kérdés volt az, hogy Cold Cabánával hogyan tudnak együtt létezni egy ilyen, -ilyen Így. öltözőben. Igen. És hát ugye azóta tudjuk, hogy Cold Cabánát ki akarták rúgni, pontosan nem akarták meghosszabbítani a szerződésért, csak az öltöző kiállt mellette, és ezért végül az ROH rosterre átpakolták a jó bum mod. <laughs> és erre Punk most megérkezett, ő úgy gondolta, hogy Hangman tavasszal ö, teljesen öncélúan csinálta a bizniszt, ebben Víze. a promóban vele szemben, és erről benyújtja a számlát, ugye, Víze. give you the receipt, ahogy mondani szokás a wrestling bizniszben, és ezért hívta ki hangman miközben tudta, hogy Hangman nem része a szegmensnek, nem fog kijönni, és alapvetően kurvaszorul fog kinézni Víze. tőle és után közölte, hogy ha egy jó tanácsot, és ajánlja, hogy fogadja meg, a bocsánatkérésnek éppen olyan hangosnak és nyilvánosnak kell lennie, mint a tiszteletlenségnek. Így van, így van. És mellé ugye, ugye egyébként ugye Hengmen is párszor lenyilatkozta azt, hogy ő nem fogadja meg a veteránok tanácsát, mert úgy érzi, hogy nincs rá szüksége. Amit egyébként be is nekünk. E, András? Szóval Hengmen is egy kellemes ember lehet, akivel együtt dolgozó. Hát, srácok, ha választanom kéne, hogy a veteránok tanácsát fogadom meg, vagy a Bax tanácsát fogadom meg, azt yeah. hiszem nem lenne? Túl nagy kérdés! A veteránokra mindig oda kell figyelni. Még akkor is, hogyha esetleg úgy érezzük, hogy out of touch, vagy nem teljesen napra kész, vagy vannak olyan berögződései, amelyek a modern wrestlingre már annyira nem igazak, akkor is oda kell figyelni a tanácsukra, mert a legtöbben többet felejtettek a bizniszből, mint amennyit a egy átlagember valaha is tudni fog róla. És még akkor is, hogyha nem alkalmazható minden, amit mondanak, mert egyébként, korint hallgatva is nagyon sokszor ja. az az érzésem, hogy szuper dolgokat bukkol, de nem lenne minden alkalmazható, amit mond. Viszont a tanácsaikban megtalálható az igazságnak egy olyan szikrája, amit ha okos vagy, akkor a javadra tudsz fordítani. Szóval egy, hogy Hengman azt mondja, hogy ja, meghallgatom őket, de nem fogadom el a tanácsaikat, vagy nem érdekelnek a tanácsaik, ez így azért eléggé egóduma. Persze, ez tipikusan az. A punk punknak az egójáról meg ne beszéljünk, mert az egy külön történet. Már, már egy régi kor történet igen, és továbbra is Diabati nyomjuk. nyomjuk, nagyon, nagyon, nagyon kellemes ez a mai adás megint, srácok, de a Youtube ez már csak ilyen, úgy tűnik, hogy nem kedvel minket ma. Aztán lehet, hogy az OBS-t is úgy akarom amikor. nem tudom, mi, a, mi, mi lehetne itt a megoldás. Elburító kérdezte, hogy mi a backstage Kabana és Punk Real Az, hogy Kabana és Punk beperelte a WWE orvos, az ex WWE orvos. Chris Aman. Chris Aman. ugye jó hír név sértés kapcsán, ugye amikor Punk picsogott ugye Cabana-nak az Art of Wrestling podcastjében. Igen, igen, gyövetítés van. Nem baj. Igen, baj. Amikor tényleg? Nem értem. Nem értem, nem értem, nem értem. Miért csinálod ezt velem? Ott Na most meg 15 ezer. 80 ezer. Ugye az lenne a normális? 32 ezer. 6 ezer. Ja. Uh, ja, szóval elméletleg, srácok, továbbra is ez ilyen zseniális a jó alás, de hát majd megpróbálunk mindent csinálni, meg majd uh, max főtődjük utólag Youtube-ra összevágva. Vagy halljátok, amit mi beszéltünk, mert ne csak az izét, <laughs> ugye? Na szóval, a a punk, eh, hogy hívják, Cabana Real hitbe, ugye az a lényeg, hogy Cabanát Ka és eh, punkot beperelte Chris Amán, ugye doktor úr, miután punk kipisogta magát az Art of Wrestling podcast, eh, Cabana Art of Wrestling podcastjébe, eh, és miután megnyerték a pert, ugye punk közölte, hogy majd akkor Cabana kiperkálja a, a izét. Perköltséget. A perköltséget. Cabana megközölte, hogy nem. És ezért... Mert hogy punk által megígérte, így, hogy ki perkály ja. Így van, és ezért punk beberelte kabánát. <laughs> hogy fizessen ki a párköltséget. Nagyon jó történet, Igen. srácok. E, mit van mit tenni? Szóval innen ered ez az egész e, balhém. És állítólag punk e, kifejezetten elégedetlen dolgokkal. Így van. És e, benne volt a pakliban, hogy nem megy el erre a heti <laughs> adásra. Legalábbis a történetet közelről ismerők e, ezt állítják. Sőt, álltak már olyan fenyegetőisek is, elhangzottak, hogy punk kilép. Ja. Ami egyébként punk -kor történetét ismerne továbbra sem meglepő, mert a de is tele volt az ilyen sztorikkal, amikor punknak valami nem tetszett. És uh, egész héten azt olvasom az interneten, hogy elővették Triple H-nek a 2011-es promóját uh, punk ellenében, amikor közölte, hogy neked semmi sem elég jó, csak akkor, ha te vagy a top srác, és kettőnk között az a különbség, hogy én az emberek arcába mondtam, hogy átgázolok rajtuk, hogy feljussak a csúcsra, de meg a hátuk mögött út és már állított be magad. Megpicsoksz, ugye? Megpicsoksz. Ja. Na most itt hangman meg punk között nem akarunk igazságot tenni, igazából. Ez business as usual. Ez business as usual a birkózásban, ne. de minden esetre egy érdekes adalék volt az ET All Elite Wrestlinghez. Na, és akkor erre ugye megérkezik, ugye Pánkra Moxley, evesem? és közli, hogy én vagyok az obelite a szíve és lelke, pak meg között, a szíve és lelke, meg a dollár és a cent leszek. Ez az egész kurva vicces volt. Tehát amikor Punk elkezdett moxley promózni, és a promó fele a WB-ről szólt, gyerekek, na az mindenek a csúcsa volt, hogy te vagy a második legjobb John, aki Csikágóban megvertem, meg te vagy az izé az, a harmadik legjobb ember a saját Mert... csoportodban, ami egy visszatérő elem, yeah. ugye, <laughs> utalás, meg egyéb ilyen dolgok. Aztán, amikor Moxlenek megszólalt az Enyel Punk közé, hogy á, úgyis van csomó időm, amelyik beír a ringbe, akkor most hóangyalokat csinálok. És Pán neki jár hóangyalokat csinálni. Mert Pán továbbra is szuper profi. Vagy amikor Moxli közölte, egy verekedjünk itt, és most erre Pán közölte, én nem nyúlok hozzád, mert rám vérzel. Egyrészt, mert PPV becsünk van, másrészt, meg ugye nem nyúlok hozzád, mert egy rám vérzel. Aztán az adás később részében. Oh! Új tagunk van, bai Balázs szemében köszöntünk a csapatban. Így van, üdv a klubban. Mm, és ugye gyakorlatilag, ugye, Mox is elég szép, érdekes dolgokat vágott, ugye, punk fejéhez, szóval azt is tudom képzelni, hogy Moxnak is a fasz, aki van. <laughs> Állítólag az AW öltöző most jelenleg megosztott. Az egyik része az abszolút punk ellen van, a másik felemek punk támogataiból áll, és Tonikának ezt a helyzetet kéne kezelnie, hogyha tudná, hogy azt hogyan kéne csinálni de Tony Kahn eddig csak azt a birkóöltözőt látta, hogy mindenki happy sunshine, és boldog, hogy itt lehet, és boldog, hogy dolgozhat, és boldog a pozitív légkör miatt. Most viszont valódi birkóval van dolgunk, és megjött a dráma. Így van, így van, ahogy, egy, ahogy valódi lesz az öltöző, egyből megint a dráma is. Srácok, a birkózók egója továbbra is lett sérülékén dolog. Konkrétan erről tavaly augusztusban beszélgettem Renegiddel telefonon amikor éppen a kommentálással kapcsolatos ügyek miatt keresett, de beszélgettünk az aktuális birkóról, és pont akkor egymás között beszéltük, tavaly augusztusban, hogy mind a ketten azt várjuk, hogy az AEW-ban ez a szépen felépített kártya vár, hogy ez nem olyan, mint a többi birkó szervezet, és itt ebben az öltözőben nem fognak olyan dolgok történni, mint a normális wrestling öltözőkben. Mikor fog úgy összedőlni, mint a húzat? Hát úgy látszik idén. És, 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 tényleg ezzel nem az a itt wrestlinget cígyük, azt akarjuk elmondani nektek, hogy ez elkerülhetetlen, srácok. Igen. Ez, ez kibaszottul elkerülhetetlen minden wrestling szervezetben a birkózóknak az egói miatt. Ja. Megint szakadtunk, szóval folytatjuk a diskurzust, és majd tényleg összevágva egy kapjátok föltöltve újra. Youtube hiba. Hát na, ezt eddig is tudtuk. Köszönjük szépen. Na mindegy, szóval ez ilyen zseniális. Uh, szóval így fogalmazunk úgy, hogy welcome to the business, Tony. Szóval gyors tappal üzemmódban szedd össze magad, vagy különben lesznek problémák. Hát abszolút most kell annak kijönnie, hogy Tony Kán volt voltaképpen mennyire jó vezető, mert amíg mindenki boldog, addig nagyon könnyű mindenki kedvencének, meg mindenki kedvenc főnökének lenni, de a nagyok ez, hogy komoly konfliktusokat kell rendelni, ez négy nagyon komoly egók között, az már egy egészen más világ. Meg, meg az, hogyha, ugye, hogyha mindenki tolja a szekeret, akkor nagyon jól tud menni a szekér, de ha valaki elkezd beállni a szekér elé és visszafelé tolni, az, az elég érdekes. Vagy valakik. Valakik, igen. Ugye? Egyébként igen, a Punk Moxley szegmensek is kifejezetten érdekesek voltak ebből a szempontból, és aztán ugye mondjuk el, hogy mi a legérdekesebb az egésznek a szempontjából, hogy az adás későbbi részére kiderült, hogy nem is a PPV-re raktuk a meccset, hanem konkrétan jövő hétre, ami teljesen érdekes. A főleg annak a fényében, hogy JR megállás nélkül azt osztotta adás közben, hogy hát bakker gyerekek, ö, e, e, ugye többi kommentátor osztotta, hogy hát birkózzanak most, birkózzanak most, hát itt millió dollárok forognak kockán a PPV miatt, mondja JR. A józanságnak a hangja, aki doesn't give a fuck. Továbbra is doesn't give a fuck, igen. Szóval elképesztően Just Only Things, ahogy ezt mondtam neked adás, köz, adás előtt, ugye, hogy az only fogja magát, és fölrakja a PPV előtti Dynamite, utolsó előtti Dynamite-ra. Utolsó előtti előtti, két, két hét még két vissza hét lesz. Alatt, Igen. Szóval két hét alatt fognak csinálni valamit a Dynamite-ra. Megkapjátok utólag. Szóval, aki most itt élőben itt van, és a PowerPoint prezentációt nézi, az megkapja utólag, majd föltöltjük holnap a Hotkezett ideggel. <laughs> <laughs> uh, szóval, ja. És beszéljünk arról, hogy megérkezett Keni Omega is. Bizony, kompressziós fősőben is vál. vál simben, simben. Gyakorlatilag, igen. És rettentően szarul nézett ki. Ezzel kapcsolatban Dave Meltzer megpróbálja, azt terjeszteni, hogy Kenny meg a szándékosan néz ki rosszul, mert azt a történetet akarják előadni, hogy még mindig kínozzák a sérülései, és ringrosdája van, és hogy ezt majd fokozatosan fogja ledolgozni magáról a ringben. Ugye, Melzer is abba a kategóriába tartozik, aki mindenről elhiszi, hogy work, és mindenre, mindenben háttérinformációt keres, és hogy hívják, de őt a legkönnyebb vörkölni. Ilyen <laughs> szempontból is. Azt az embert négyszer műtötték az elmúlt fél évben. Térdel, vállal, sérvel, meg még valamivel. Mellé volt egy olyan ö, krónikus agyrázkodás, amit folyamatosan vertikóval birkózott a ringben. Az az ember nem százszázalékos. És soha nem is lesz. Ez, valószínűleg valószínűleg százszázalékos. Egyébként a triósz meccs a szokásos triósz agyfasz volt, amit az ew tól ö, kapni szoktunk. Így van. szerencsére volt egy női meccs az adáson, ami még ennél is rosszabb volt. Ja. Ö, nem tudom, hogy akarom bántani, de így volt. Igen. Uh. E és hát akkor beszéljünk arról is, hogy mi a franc lehet itt a terv a PPV-re, hogyha Punk moxley így váratlanul e előrébb hoztuk. Mert azért ez így nagyon-nagyon fura, hiszen ha csinálsz egy visszavágót közöttük, az már nem ütne akkor át. Így van. Te te egyszerűen... akkor rá akkor sem. Tehát, hogyha most bullshit finish lesz a Dynamite-on, és csinálsz egy visszavágót Punk és Mox között, az, az egyszerűen nem ugyanaz a szint, mint kettejüknek az első találkozása. Máskülönben meg, ha nem ő lesz az ellenfél, akkor két hetük lenne egy konkrét új fiúdot építeni a PPV-re, amire ugye két ember jöhet szóba, a most belesútolt Hengben, és, és MJF, ugye? És MJF, akivel készen áll a sztorival. Ja. Szóval, mit mit, 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 mit akarunk, kedves Tony? Mert szerintem vissza a pánik van egyébként. Nem véletlenül hozták Pankot is vissza korábban, mint tervezték. Nem véletlenül jött Kenny is vissza. Szerintem őt is korábban, mint tervezték. Uh, és ugye Tonyék látják, hogy a másik oldalon most megy a szekér, és akkor valamit kéne csinálni. Én nem tudom képzelni azt is, hogy tényleg hocsodban előjük az MGF cuccot. Főleg, hogy mert egyszer elkezdte plegykálni azt, hogy MGF lassan jöhet vissza. Igen. Igen. Úgyhogy ha ennek van valóság alapja, akkor elképzelhető, is. egyébként az All out rá is férne egy kicsit a ránc felvarrás, most akár ezzel a Jericho Brian meccsel, amit plegykálnak vagy akár tényleg egy komolyabb main event mert ahhoz képest, hogy ez hagyományosan az oralit egyik legnagyobb adása szokott lenni, az idei, jelen pillanatban nem tűnik olyan nagyon erős kárdnak, ezen a ponton legalábbis. Hát igen, benne gúz. a MJF-et nem kell építeni, kész van a meccsük, csak akkor is két hét, ami négy adás. És az adás elején még a ppv re a Punk Mox és az igen. adás második órájában már a jövő heti Dynamite-ra, és azzal próbáltuk magyarázni a kommentátorok részéről, hogy magyarázzuk a bizonyítványt, hogy nem lehet őket távol tartani egymástól olyan hosszú ideig, amelyik a PPV eljön. Miért nem? Miért nem? Mondd meg nekem. De Ragd rá a hogyha egymás az érdek, elveszítik a bajnoki jövüket. Nem ez lenne az első alkalom, és ezt nem kell újra föltalálni. Nem kell újra föltalálni, mint a kereket. Se. Ugye? volt egy Danielson Garcia, Tuatops Reforce mérkőzés is az adáson, ezzel két baj volt. Kicsit kevés volt a selling, és Garcia volt az ellenfél. Nem tudom az Olay Troster mi a garcia Gárciában, mert én nem látok benne semmit. Egy ügyes birkózó. De ennyi. Tehát itt faktor, sztárerő, karizma, az nincsen benne. Nem, semmi. És a meccs még jó is lett volna, hogyha többet szándóak szellingelni, Mert egyébként a dráma az meg megvolt. Nem volt rossz a meccsnek a felépítése de azt nem tudom megbocsájtani, amikor a sellinget ennyire erhanyagoljuk. Norbi, egy kérdés, hol nézzük az Olayt? Van róla videónk. A Debidebi is, tudsz az alkalmazható az OLED-re is, majdnem teljesen. Ja, majd lesz a bosfűsített verzió már. Egyébként én a watch Wrestling-en szoktam, ja. de ha nagyon akarsz, előfizethetsz érte a, a fájtra. Csak akkor ugye az a cucc, hogy a heti adásokat megkapod reklámmentesen, viszont a PPV-kért külön kell fizetni, nem is kis összeget. Ja, ja. ott a rendes 60 dolláros PPV-állat kell kiperkálni, még gáz. Így van. Szóval főleg, főleg, akkor, amikor a túloldalon 5 dollárért megkapod Amerikában a WPPV-ket a Peacockon. Bár így se kell senkinek, mármint a pikok. Nem. Páva. A Borsófasz. Borsófasz. Fasz. nem Páva, Igen. Borsófasz. Már olyan régen hívtuk így a pikokat, ami már is fejtettem, hogy az Borsófasz. Borsónyi pénit. Bosonyi pénis, igen. E, szóval, ja, szóval nem tudom, hogy az olajét mi a, meg, megint tényleg ilyen tipikus olajét book. Ez az indie book, hogy bár most hallottam egy vadaplegykát, szóval, hogy nem MGF eh, MJF Punk, meg nem Izé Punk, eh, a Mox Punk visszalága, hanem Brian Punk lesz az odalétnek a főmeccse. Na, az meglepne. <laughs> az határozottan meglepne, és én nem látom túl sok realitását, legalábbis most. Hát nem. Fogalmazzunk, hogy. Szóval Brian inkább a Jericho Appreciation society van most fiutban ugye, hogy az egész uh, Blackpool Combat Club is mox re számít, van. Az egész. Ott is. Mert ez izé olyan szépen eltűnt, mint a fene. Viller így balra el. Néha úgy megjelenik. Ugye Szezáró éppen Arrow Age televíziós bajnok, vagy? Nem, ő a a fő bajnok. bajnok. Ja. És életében nem, ez Cezáró világbajnok? Igen, és Dustin Rócsával fog birkózni ja. a következő Rampidsen, a Záró Age bajnok. Mert ugye az Arrow Age bajnoki címét a Rampidsen védjük meg. Tony, mi a fasz csinálsz? Miért nincsen az Arrow Age-nek műsora? Azon kívül a kutyának nem de ennyi erővel az egyik dark helyet, darkot átnevezhetnéd simán. Arrowage-re. Arrowage-re, igen. És akkor jó, YouTube igen. show végül is. Nem a világ legjobb dolga, de az NWA is el volt vele. igen. És majdnem megnézték 400 ezeren, szóval... Már amikor a Power fénykorában igen. voltunk, és nem döglött meg az is a Covid miatt, mint minden más. E, jó, srácok, mivel most látszólag működik az internetünk, ezért most hívjuk be azt, amit Bártfi egyébként elmondott a netes problémák alatt, hogy a mai adást megkapjátok jó. majd e, holnap vágatlanul a technikai problémák miatt, mert tudjuk, hogy nagyon sokszor diavetítés, meg pufferelés, meg minden Jé. szar ja. volt. De ne aggódjatok, arról is el fogtok lemaradni, amit ma nem hallottatok. Ja, ja, ja. Az is fölmegy ide is, meg ugye a Spotify-ra is. Így van. Jó, volt -e még valami, amiről beszélnünk kellene a héten? Szerintem nagyjából lefettük a témákat, de én azt gondolom, hogy egy nagyon érdekes hetünk volt, tehát az egészen biztos, hogy az NXT Europe-nak a hullámai is sokáig fognak még gyűrűzni, és tényleg nagyon kíváncsi Igen. vagyok, hogy esetleg hétvégén megkapok-e valami megosztató infót ezzel kapcsolatban, belső varázsokból, ugye? Ö, a SmackDown az tovább folytatta a Triple H korszaknak a kedvező stílusjegyeit, van egy-két gyengébb pont, van egy-két baz de a tendenciák továbbra is pozitívak. Ö, kíváncsi vagyok egyébként, hogy meddig tart ki a, a mézes hét. Az internetes Lovefest Hunter-rel, mert ugye minden adáson ott van a thank you, ha-ha-ha tábla a közönségben. Na, most mindenki szereti Triple H-et. Most, mindenki, most mindenki szereti Triple H-et. Triple H az aranyás uh -huh. gazember, hirtelen a wrestling istensége, aki a WWE-t megmenti. <laughs> triple megmenti a WWE-t. Fú, ezt azért egy-két e -e tagunk, akik rettentően utálják a Triple ez Ages-et, az ez rettentően nehezen fog lenyelni. Hát főleg, hogyha sikerül neki. Tehát, ha belebukik, akkor még jó, oké. Persze, de. más kérdés. De, hogyha ne agyisten sikerül neki, és tényleg ez a bizniszen is meglátszik, mert ugye a business of wrestling az még mindig az egyik legfontosabb, legsarkalatosabb tényező, hát akkor ott annak komoly dolgai lesznek. Igen, komoly, komoly visszangja lesz. És az All is Punk és Hangman között, illetve Punk és moxli között kíváncsian várom, hogy hogyan folytatódnak ezek a történések, illetve hogy találunk-e még valami extra infót kettejük között. Levike, jössz! jössz az jön az összeg tőled, igen. Jön. Minden rendben van tőled a Patreonom. Ezt már múltkor szerintem, csak akkor lehet, hogy már elmentél. Ja, Amúgy az olajt elkezdhetné szanálni a rostert. Igen, igen, Blaze, abszolút. Ott is azt az lehetne az egyik megoldás, hogy ott elkezdenek kevesen takarítani. Igen, de az olyan gonosz, vinces dolog. Igen, mint, igen. Vagy ilyet, ilyet, mi nem csinálunk. Mi, de, mi hagyjuk lejárni a szerződéseket, és nem hosszabbítjuk meg azt, akivel nem vagyunk elégedettek. De ezt le is nyilatkozta, hogy ők nem fognak kirúgni senkit. Csak ha szolid okot szolgáltat rá. Egyébként mondjuk ez papíron lehet szimpatikusabb bizniszmodell, de a gyakorlatban lehet, hogy van, aki rá hátrányosabban hat, mint hogy egyszerűen kirúgnák. ugye, izé, Brian Cage. Mert ugye egyszerűen szerencsétlen fazon nem mehet -e dolgozni. Igen. És úgy csörög a szerződése végig. Jó, ilyen a ügyben is volt, aláírom. Így van. Aki szeretett volna elmenni, nem adták meg neki az elbocsátását, ugye Mustafa Ali, aki fél éven keresztül zsírt érte. De volt, aki meg tök jól el volt éveken keresztül az izében, a cateringben is egy büdös szót nem szólt. Most Erről egy holland focista Winston Bohard jut az eszembe, akit a Chelsea négy éven keresztül próbált kidobni, de ő közölte, hogy ő eleget tesz a szerződésének, elmegy minden edzésre, és felveszi a kurva magas fizetését, és nem megy sehova, és nem érdekli, hogy nem fog játszani. Pe Pedig leviket tényleg megjön minden. De, de az meg nem off, de a szorító dolog, szóval nem annyira off. Szorítóval kapcsolatos dolog így ja. van. Szóval, ja, voltak ezért ilyen típusú birkózók is, és valószínűleg szerintem az Olajitnél is van jó pár ilyen, aki életében nem fog ekkora szerződést kötni, mint amint az Olajit leperkált neki. Vannak ilyen érdekes nevek. Abszolút, de szerintem ott is időkérdése, hogy ezen a téren is változásnak kelljen beállni a politikában, mert tényleg az a bizniszmodell, amit az AW kán kitalált, az nem működik. Hogy támaszt. mondjam, az egy mézes hetekre optimalizált bizniszmodell, ami ja. olyankor működik, amikor még tényleg mindenki úgy érzi, hogy ez egy szerelmi történet, a biznisz iránti rajongás, uh, újrafelfedezése, hogy forradalmat csinálunk együtt. Ugye a HCV-ben is megvolt ja. ez a korszak is erről. Én elsőkézből tudok beszélni nektek, hogy amikor elkezdtük csinálni a HCV-t 2011-ben, akkor azért húzott egyfelé a rossz ter, a már meglévő nézett különbségek ellenére is, mert mindenkinek volt egyfajta küldetés tudata a mocskos csempegyári pincében, hogy már pedig nekünk vissza kell hoznunk a pankrációt Magyarországra. És ez a küldetés tudat egységbe tömörítette az amúgy nagyon különböző álláspontokat képviselő birkózókat. Szerintem az AEW-ban, főleg azok után, hogy nagyon sokan egy nagyon rossz légkörű WWE-ből szabadulva érkeztek meg a szervezetbe, szintén volt egy ilyen köte, egy küldetés, tudat, hogy na, már most mi már pedig megkaptuk az esélyt, és megteremtjük a WWE alternatíváját, és megteremtjük a pozitív birkózást, ahol mindenki happy, ahol mindenki jól van használva, ahol senki nem fog a cateringben ülni, ahol senki nem fog a rossz kreatívra panaszkodni, ahol mindenkinek lesz beleszólása a promóiba és a meccseibe, ahol mindenki szabadon kiélheti a művészetét, de ez csak addig működik, amíg ezek a mézesetek itt vannak eltelik pár év, és a szervezeten belül a felszín alatt meghúzódó törésvonalak elkerülhetetlenül a felszínre kerülnek. És tényleg ezzel nem azt akarjuk mondani, hogy az EW szarban van, hogy az EW szét fog esni, vagy bármit, hanem azt, hogy üdv a felnőttek között EW. <laughs> igen, igen, ezt a kis indi lehet csinálni egy pár évig az ott is bejön a IT, amikor már valaki elkezdi félteni a helyét, meg, megjönnek az újak, meg jönnek a izék. De egy akkora szervezetnél, mint az Olelit, ahol ilyen súlyos pénzekről van szó, és ilyen súlyos egók érkeznek meg, mint bank, meg többiek, valószínűleg eh, nem fog ez így működni, mert, mert egyszerűen véges számú a hely az adáson, továbbra is. És pontosan ezért mondom, hogy az AEW részéről time to fucking grow up. Igen és most fog elválni az tényleg, hogy milyen főnök is Tonikán. Ja. Hogy ezeket a helyzeteket hogyan fogja tudni kezelni, és ez is egy rendkívül érdekes szituáció lesz. Ezen a héten uh, tudom, hogy Kán szereti egyébként a workshopokat. Tehát ezért is gyanúsíthatják nagyon sokan őt azzal, hogy vörkölve van minden, amit éppen csinálnak, de ezen a héten úgy gondolom olyan fejlemények voltak az AW-ban, amelyek vezetői szintről kívánják a figyelmet hát meg ne felejtsük el tényleg azt, hogy mondjuk most azért le kell ülni, tényleg mondjuk Panka is beszélni, hogy nem szeretnénk azt a hazamenni az 5 millió dolláros évi ugye? Meg ilyenek, ugye? Ne adjál be egy WWE-t, ugye? Igen. Nálunk. Igen. Hát, balás, fogalmam sincs, hogy pánkod, hogy lehet hozzá távon kezelni. Ötletem nincs. Mert minden nem adhatsz meg neki, még akkor sem, hogyha megcsinálja a biznisz neked. Bár ugye Michaels nem működött ez. Mert ugye a korai Michaels ben ugye azért vannak hasonló vonások. Ugye ja, Michaels is azt hajtogatta, hogyha valami nem tetszik, akkor elmegyek a picsába. Viszont Vince-nek a kis kedvence volt nagyon ja. sokáig, szóval azt csinálta, amit akar. Igen. <laughs> szóval lehet, hogy az engedékeny cucc az működik, csak, csak basz... bizonyos ponton túl cégérdekek is vannak, Igen. és nem biztos, hogy a bedrogozott Michaels nek jó ötlet volt mindent megadni. <laughs> Hát igen, ja. egyébként igen. Ha visszatekintünk az 1990-es éveknek a második felére. Na ja, bár a biznisz akkor pont jól ment már, amikor ma Michael's volt a kezdett jobb lenni, mint hát, Igazából elég szar volt a biznisz, de Michael's úgy nagyjából a felszínen tartotta a diablo a fejét, tehát nem lett rosszabb. És aztán ugye nehéz megmondani, hogy Michaels egészen konkrétan mekkora szerepet tudott volna kiasítani magának az attitűdből, mert pont akkor kellett kényszerűségből visszavonulnia, amikor az attitűd úgy Isten igazából elkezdett berobbanni, tehát ugye az volt az utolsó melója, Igen, hogy megcsinálta a, jaj, a melót Austinnak. Austin Amire ugye egy kikötése volt, hogy nem rakjátok a fejemre a pólót. Természetesen nem, a fejére nem rakták nem. a pólót, amiért Michaels természetesen a rendezett a sajtótájékoztatón. Egy szál bugyiban, ugye? Mostanában így az adások záró szegmenseiben gyakran előkerül Shawn Michaels Igen. és az ő legendás élettörténete. Igen, fogalmazunk, úgy, hogy a, a Vice President of Talent Development and Creative. Továbbra, Shawn Michaels irodai pozícióban van a wdb Az egyik legfontosabb irodai pozícióban van a wdb Ettől a ténytől szakadok. Igen, teljesen. teljesen. És állítólag ez nem is friss, hm. hanem yeah. már egy ideje ott van. Igen, csak most lett ugye kiadva izé, a memo róla. Mi van, hogyha a is most szóltak róla? <laughs> Lehet. Lehet. Só nem úgy két éve a leelnök vagy. Ja. <laughs> uh, András, a, azt izére mondtuk, uh, vince Ja, ja, izé, Levike írt azt, hogy Pankot is kedvelt. Igen, igen, Pankot nem véletlenül kedvelt az öreg. Igen. Csak utána tényleg valószínűleg ugye... Hát ugye, ha hihetünk a történetnek, amikor Pank közölte, hogy hazamegy, mm. akkor Vince állítólag megölelte őt, és könnyes volt a szeme. Igen, igen, állítólag. Aztán ment az SMS pár, pár héttel M később, hogy... Kész lesz már munkába jönni? Gyerekek, <coughs> <coughs> ezt ismerem a HCV-ből. <coughs> Kétszer megtörtént velem is. Na <laughs> mindegy. Na mindegy. Na mindegy, srácok. Menjünk e, haza a legfontosabb két szó a businessben, ugye a Go Home továbbra is. E, főleg neked, akinek tényleg hozzá kell menni ma. E, igen, és ráadásul messziről, mert most nem egy metró megállóra vagyok az otthontól. De ugye felejtsük el, hogy ki mondta azt, hogy a két legfontosabb szó a businessben a Go Home, JBL. Miután Rock oda ment a holofame 2008-ban, ha nem ismeritek a történetet, kurva jó. Rock oda ment a holofame -be, hogy beavassa a nagyapját High Chief Peter Myvee-ját és az apját, Soulman Rocky Johnson-t és a beavatás volt 20 perc Igen. ezen felül meg beszélt még másfél órát. Ja. Mindenről. Mindenről. És ezután megjelent JBL és közelött egy Rock, olyan régóta nincs itt, hogy elfelejtett a két legfontosabb szót a bizniszben Menjél haza! Olyan sokáig beszélt, hogy Rick Flair és a Briscoe kihozarodtak a backstage-ben. <laughs> Igen, ez tényleg így volt. Azt a, azt a Halloween-et, ha valaki megnéz, akkor ez pontosan így történt. 2008-as film, és még csak nem is került az adásba minden, amit Igen. Rocky eldumáltott az időközönségnek. De arra emlékszem, hogy színának beszólt. Igen. És onnan van szín a mém, egyik mémfeje, ugye, amikor ugye beszél neki. Balázs kérdezi, hogy mikor lehet alkalmas az időpont egy Vince return -re. Az irodába szerintem soha nem fog so. visszatérni, ezután a botrány után. A holofénvel kapcsolatban pedig az a helyzet, hogy Vince ugye mindig is föntartotta az, hogy ő soha nem akar holofém tag lenni, Amigen. szóval, szóval az akkor fog megtörténni, hogyha Vince elhalálozik. Igen, mert Vince kifejezetten utálja, ha neki megköszönnek valamit. Ugye, Konkrétan mindenkinek ki volt adva, aki Hall of Fame beszédet mondott. Ki volt rakva a gorillába. Ne köszönd meg Vince-nek, mert Igen. meg leszel baszva. Igen, ki volt tacepauzva a gorillába ekkora betűkkel, hogy no thanks to Vince. Ne, ne köszönd meg Vince-nek, mert meg leszel baszva. Tehát Vince konkrétan így állt hozzá a Fame-hez, ő amíg él, nem fog bemenni a Hall of -be. Ja. Ha meghal szerintem Hunter és Stefani tuti beavatják, hogyha persze. addig nem lesz valami még súlyosabb botránya. Ingen. Most egyébként kiderült, hogy 5 millió dollár, ami a leíratlan költségek között volt, az nem is nőknek ment, hanem Trumpnak a jótékonysági szervezetéhez 2009-ben. <laughs> <laughs> Ez is egy kurva jó sztori egyébként. <laughs> ami most jött ki ennek a kapcsán, szintén a Wall Street Journalból, hogy ugye mindenki emlékezhet, aki akkor nézett Birkót, 2007-ben a Battle of the billionaires rendezték meg, a WrestleMania hányon is, 23-on. 23 és Bobby Lesley volt Trumpnak a bajnoka, Vince-nek a bajnoka ben Umaga van. volt, ja. és ugye a West... volt a special referee, Ossim volt a special referee, és a vesztes kopacra borotfálták. És állítólag Trump, bevetette a szerződésbe azt, hogy őt semmilyen körülmények között nem borotválhatják kopaszra, akkor se, hogyha Leslie holtan esik össze a ringben. <gül> <gül> És emiatt nem nyerné meg a mérkőzést. Ja, azért a Pepit nehéz ugye leborotválni, szóval csak le kellett volna menni. <laughs> az meg Trumptól önmagában is rémálmaim vannak, na de a kopasz Trumptól. <laughs> Esteem. Azt így elképzelni, az horrorisztikus. Ahogy Peri mondta az agymerőkben, amikor Sheldon szaporodásáról magyaráztak neki, köszönöm a rémámokat. <laughs> Állítólag Brock rajta a VM plakáton kivel raknánk össze a farmert. Hmm. Ez egy jó kérdés. Hát igazából a top közül, akik jelenleg a szervezetben vannak, egy van, akivel még nem vívott Ö, nagy, nagy, kaliberű mérkőzést, és azt a meccset nem feltétlenül akarom látni, mert félek, hogy meghalna az illető, de az egy. É, igen, egy a kávé az egyetlen, aki ott lehetne, mint potenciális, de azt, ja, azt nem, nem erőltetném ingyen a Suplexity-vel. Konkrétan ők egyszer birkóztak televízióban, egy brit PPV-n, a Rebellion-on, nice és az is hivatalosan egy handicap mérkőzés volt már és Heyman, illetve egy között. Ja, és nagyon rossz volt az eleje, szóval kiskapcsoltam. Én amúgy elmondhatom magamról, hogy láttam Paul Heyment élőben birkózni. Ugyanis konkrétan Nürnbergben 2006-ban, amikor ott voltam haussón az édesanyámmal, mert anyukám olyan jó fej volt, hogy elvitt engem három haussóra is. Szóval ezt értékelni kell. Rob Van Dam kontra Paul Heyman mérkőzés volt behirdetve. Gyakorlatilag abból állt az egész, hogy Heyman menekült Arvidi elől, és a Besen Brothers, aki akkor a Paul Heyman security volt, két ilyen maszkos csóka, az megverte vendemet aki a végén visszajött és a Five Star Fox és megverte heyman -t. De én láttam Heyman birkózni. Lényegtelen információk az végére, ugye? Figyelj, élvel ki kell élvezni. Nagyon. Tudan, hogy most még a net is működik. <laughs> Csak az adás legfontosabb Am részére nem e működött. E amikor fasságról beszélünk, akkor működik a kurva internet. Amikor meg a húsról beszélünk a szájvicsben, akkor Na, meg kibaszik velünk. rajjon meg. Ég, <hállt> lesz a list novemberben. Nem tudom. Majd meglátjuk. Micsoda? Sársz, amikor beraktuk a megint nem megy szóval. <hállt> <Tudom neki>, a net tovább. Beszóltam neki, és elment a net. <hállt> Tudod, amikor beraktam a birkózókat, hogy melyik hova való. Ja, tire te yeah. értem. Bajonett lábú Kirby csinált egyet, yeah. egyébként páret a Discordon, lehet, hogy csinálunk yeah. a draft után. A draft után, szerintem, igen. Ha, ha tényleg meg lesz szeptemberben a draft, akkor megoldjuk. Szerintem is, És igen. akkor a szorító Discord szerverén megtaláljátok az ezzel kapcsolatos dolgokat. Yeah. Majd megmozgatjuk urat, hogy csinálja meg megint, mint mutka. <laughs> Halott galovát! <Galavászúr. laughs> Márti! Csak, hogy jó legyen a Arra gondoltunk, arra gondoltunk, hogy mi lenne, hogyha... Mi lenne, hogyha... Ez egy legendás mondat a bizniszben, hogy arra gondoltunk, mi lenne, hogyha... És mennyi minden indult ki ebből a mondatból. Igen jó. Lenne, hogyha leugornál onnan. Le már nem de mert nagyon szarul néz neki. Hát konkrétan Sammy Guevara most közölte, hogy én akartam leesni a, a Blood and Guts tetejéről. Mi, miért akar mindenki leesni, vagy leugrani a ketrecek tetejéről? Charlotte tudom. óta birizgálja a fantáziámat, amióta le akart muncoltólni a cella tetejéről. Nem tudom. Én ba, ba, az én meg mondjuk charlotte az atlétikai képességével. Az az nem az, hanem hogyha ő muncoltólna a cella tetejéről, a két átfordulást ja. belehozna, és egy ilyen műugró gyakorlat jön neki belőle. Csak az a baj nem vízbe esik, hanem keményre. Halló, jól nem írják. Nem mindegy. Már mehetünk? Már beszéltünk Hémerről hey, is, Jól van, Ahoz. tudom, nem vagy jól, mehetünk ja. haza. Ja, szóval a jövő héten találkozunk szerdán, akkor már a Doktor otthon lesz, aztán a jövő héten meglátjuk, hogy lesz a Doktor megint itt. Majd van én... rá esély, hogy a jövő heti podcast is hasonlóan fog zajlani, mint ez a mai, és reméljük, hogy akkor a YouTube meg az internet istenei is kegyesebbek lesznek hozzánk. Fuck you, YouTube, Fuck you, YouTube, Fuck you, YouTube. Uh, és addig is tudjátok, hogy mit kell csinálni. Rá kell nézni a szorítósopra, mert rettentő sok új uh... ittemünk érkezett. Ó, ezt kimondtam? <laughs> De szeretek izé, shameless self hotel lenni. Ez most DDP idézet volt. Uh, és addig is tudjátok, hogy mit kell még csinálni. Bízatok a doktorban, és jó volt személyesen itt lenni veletek, srácok. Az hey! nem is akarta. És! <laughs> Hashtag indokolatban. E, e, kell semmi... a póló. Kell, igen. Nem. Csak semmi pánik, srácok, and the wrestling is fun. Sziasztok! Sziasztok! Köszönjük, hogy megnézted a videót. Hadd egy kommentet, meg egy lájkot, és iratkozz fel a YouTube csatornánkra. Ha néznél még egy kis szorítót, itt találd a sorozat lejátszási listáját, valamint a legújabb videó. Az élő adásainkért kövess minket Twitchen, támogass minket Patreonon, valamint csatlakozz a Szorítóklubhoz a Discord szerverünkön. Minden linket megtalálsz a videó leírásában.